Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Heroes 4 33. része. És valószínűleg az utolsó is, még nem tudom. Még ki tudja, hány pálya van hátra. Ez az utolsó. Azt mondja, az előző részben hát ugye sikerült megölnöm a záruló kis Pete-et, aki háborút keltett ki, mert hogy megsértettem a szegény kis csinos pofiját. Úgyhogy ez volt. És akkor lássa, mire szól most a történet. Az éjszaka közepén hangos és kitartó kopogtatásra ébredtem. Felkaptam gyorsan egy inget és egy nadrágot, és kinyitottam az ajtót. Nyolc ujjú oba állt előtte. Üzenetet kaptunk valakitől, aki Shelly királynőnek nevezi magát. Kezdte oba minden további vezető nélkül. Hangjából és arckifejezéséből tudtam, hogy az üzenet nem túl barátságos módon érkezett. Tenyeremet kinyújtva várakoztam, de abba sarkon fordult és elindult. Éreztem, hogy nem fog tetszeni az üzenet. Mindjárt megyek én is, szóltam utána. Térdig érő csizmát rántottam magamra, és apám tőrét elrejtettem a jobb oldalban. Rumport viszonylag békés volt, mióta legyőztük Pete Gillit, kevés olyan ember maradt a parancsnokságom alatt, aki megmerte volna kérdőjelezni hatalmat. Még törnél többre nem volt szükségem. Ráadásul óba is velem volt. A kikötőben az általam kígyóméreg névre keresztett új hajót láttam. Törött törzs és árbócai arra utaltak, hogy a hajó nemrégében kemény csatát vívott. Vagy a palánkon keresztül felsétáltam hajó fedélzetére, észrevettem, hogy a fedélzetet rozsdaszíni sötét foltok csúfítják. Megszáradt vér. Van legénység. Abba állat, bálat vont, senki nem tudta. Majd rámutatott a fő árbócra. Néhány szót véstek durván a fába. A tenger az enyém, Shelly királynő. Meglehetősen tömés lényegre törő, nem? Kérdeztem. 108 ember volt a fedélzetem, mondta oba. Mind eltűnt. Mi volt a kígyóméreg küldetése? Délfelé mentek, hogy feltérképezzék az elveszett lelkek szorosának túlsó végét. Ezek a Shellők kezdenek bosszantani, mondtam. Miközben lesétáltam a kígyóméreg fedélzetéről, láttam a szerencsétlő járt hajót felfedező tengerészek rémült arcát. Vidd ki a hajót a szorosba és süllyezd el oba. Senki nem akarna többé a kígyóméreg fedélzetén hajózni. Add meg neki a végtisztességet, amit a legénysége nem kapott meg. Oba egyetérte, bojtott, de végig várt. Jól ismert. Tudta, hogy további parancsaim is vannak. Ha a Shelly királynő háborút, akkor hát megkapja, folytattam. Készítsétek fel a zabátlan szépséget, a fenevadat és a cápafogat. Mert reggel útra indulunk. Nagyjából egy hete hagytuk el Rumportot, most értük el az elveszett lelkek szorosának még feltérképezetlen déli vidékét. Bár már több hajó bejutott a szorosba és ki is jutott onnan, egyre több mióta én előztem a felét, de még egynek sem sikerült teljesen átjutni a rajta. A kígyóméreg feladata lett volna, hogy elsőként áthajózzon rajta, de úgy tűnt, a Shellők jobban ellenőrzik a szoros, mint gondolta volna. Kora reggel kopogtatást hallottam az ajtón. Szabad, kiáltottam. Koszos képű Derring, a másodtisztem lépett be. Alacsony, 30 év körül izmos férfi volt, arca bal oldalát majdnem teljesen bevojtotta egy anyajegy. Mikor megláttam, önkéntelenül is megintettem arcomon az új heget, amely örök emlékeztetni fog a Pete Gilly nemű mocsok alakra. Csak azt akartam megkérdezni, hogy tényleg megparancsoltad el, hogy nem öljük meg a Shellőket? Kérdezte Derring. Háborúra készülünk ellenük. Ugye miért adnék ilyen parancsot? Hát csak azért, mondta Derring idegesen, györögetve kezét, mert az első tiszt tegnap megakadályozta, hogy az emberek megölják egy Shellőt. Talpra ugrottam, miért tenne a bajet? Ezt most magyarázd el, Derring, de jó alaposan. De ha hazudsz vagy túlzol, hogy jó színben tüttes fel magad, tudni fogom, és akkor a beleidnél fogva kötlek fel a hajókorlátra, hogy sirályád el legyen belőled. Nem hazudok, kapitány, tényleg így történt. Abba volt a soros fedélzeten, de én még nem voltam álmos. Tudtam, hogy fiúk lent játszanak a raktérben. A szolgában lévő srácoktól hattam múlt éjjel.
Derrick elmesélte, hogy észrevettek egy shellyt a vízben, talán egy kémet, és üldözőbe vették. Valamilyen oknál fogva a shelly nem bukott le a vízbe, ahogy általában szoktak, talán egy sérülés miatt. Az elveszés alapján néhány perccel később az egyik tengerész felmerte szigonypuskáját, hogy végezze a shellyvel, de abban megtiltott, hogy ezt tegye. Az első tisztem hamarosan fel is hagyott az üldözéssel. Mit csinál oba? Ha nem ismertem volna olyan jól, azt hittem volna, hogy egyszerűen azért kíméltem el a shellyvel életét, mert megsajnálta a sérülése miatt, de az elmúlt hónapokban láttam már obát többször is, hogy shellyt tölt. Korábban soha nem havozott. Köszönöm, hogy elmesélted nekem, Derrick, mondtam. De ne feledd, hogy 8 új obba az első tisztet. Ha valami bajod van, először vele beszél meg. Ami a shellyket illeti, ha nem kapok más parancsot, azonnal öljétek meg őket, mihelyest láttok egyet. Ez az érvényes parancs. Megértetted? Igen is, kapitány. Jó darabig ültem az abámban, próbálván kitalálni, mi járhatott obba fejében múlt éjjel, de ugyanahoz a megválaszolatlan kérdéshez jutottam, mint mindig. Miért kímélte meg obba az ellenséget? Hát ez egy jó kérdés, lehet, hogy jobban is áruló lesz? Hát remélem, hogy nem. Akkor azt mondja, hogy... Hát már némi... jobb sereggel kezdünk legalább. Ugye itt van Cirka... meg Tawny. És akkor... Ó, megint három ellenség. Mikor már harmadik hívőbőm fejét is megtaláltuk útközben, magam köré gyűjtöttem seregem kulcsfontosságú tagjait. Ott volt Oba és kopasz képű Derrick, valamint az írnokom Dryden és még egy páran. Meggondoltam magam, mondtam nekik. Nem egyszerűen csak megöljük a shellyt királynőt, de a földjét is elfoglaljuk. A csoport néhány tagja hangos éjjelzésben tör ki, de egy valaki Oba csendben maradt. Mennyiben változtatja meg ezt a terveinket, kérdezte. Őszintén szóval előtte nem állt szándékomban meghódítani ezt a vidéket, mert így túlságosan szétszórnánk kerülyként, de ez nem lenne elég, ha csak megöljük a shellyt királyt. Ha nem törjük meg a shellyket, fizikailag is érzel meg egyaránt, akkor előbb-utóbb visszajönnek, a túlélőké lett a tenger fenék. De minden város, falu és farm az enyém lesz. Minden mást elpusztítunk. Mi értelme ekkor a pusztításnak, kérdezte Oba. A shellyt királynővel példát mutatok a példán, a világnak. A jövőben a hozzá hasonló uralkodó kétszer is meggondolják magukat, hogy újat merre-e húzni az aranytenger királynőjével. Az emberek ismét éjjeleztek. Harcra éhesek voltak, mint mindig. Azután belenéztem abba a sötét szemeibe. Legalább a többiek készen álltak. Na hát, amúgy... azt nem értem, hogy itt azt írja, hogy 5 napon belül kell elpusztítani a szörnyek titkos szaporodóhelyét. Hát 5 nap már eltelt. Hát megjelent a híres zöldjátékos. Nem tudom, de ez eléggé kevés sereg. Hát még kiderült, akkor a zöldjátékos barbár lesz már megint. Közben megtaláltam errefele jövet. A rejt... szerintem az lesz majd a tenyészet, vagy mi a szar. Úgyhogy ma azt kell lerombolni szerintem. De ott előtte van egy jó nagy sereg tengeri szörny, szóval... az még kell gyűjtem egy nagyobb sereget. Itt errefele jövet. Itt van egy kapu. És valamiért megmaradta ugye az óriás ölő kardom. És felajánlja, hogy itt a... egyiket el tudom venni, vagy az istenek kardját, vagy ilyen áttörhetetlen pajzsot, cserébe az óriás ölő kardért. Szóval én ezt választottam, de elég, egészen jó. Plusz 50% védelem mindenre. Úgyhogy nagyon erős. Hát a kis Winx kinyúlt. Wix. Tips Wix. Tips Wix szűté! Ostrom után általában próbálok józan maradni, soha nem veszek részt a fosztogatásban.
Valakinek ügyelnie kell arra, hogy az emberek ne égessék porig az egész várost. Csatalom nyergéből figyeltem épp a vérontást, mikor abban kivasszolt a koszos képű deringet és még pár egy kalózt a kereskedő otthonából. Az indulatok robbanáspontig hevültek, hamarosan abba és a többiek mindenőre rántották kardjaikat. Állj! Kiáltottam a harc kirobbanását megelőző utolsó pillanatban. Mindenki azonnal leeresztett a fegyverét. Mi folyik itt? De Rim már azon volt, hogy valami igazságtalansága vádolja Obát, de visszatartotta szavait. Egy kalóz soha nem hagyja, hogy más intézze el a vitás ügyeit. Dering és a többiek felé biccentve így szóltam. Tűnjetek innen! Obász fordulva pedig a következőt mondtam. Köves! Kisétáltuk a város határába, ahol senki nem hallgathatta ki beszélgetésünket. Porig fogják égetni a város, mondta Oba. Nem fogják, mert tudják, aki túl messzire megy, az ízelítőt kap a korbácsból. Feltem gyorsan. Közel álltam első tisztemhez, lábújhegy remekedte, hogy szemei magasságban legyen az övével. Arra lennék kíváncsi, nem harcolsz-e titkon a Sellő királynő oldalán? Nem, felelte abba, akit nagyon meglepett ez a vád. Van valami Sellő szeretőd, vagy ilyesmi? Ugyan dehogy. Miért kérdezel tőlem ilyen butaságokat? Mert egy ideje többet harcolsz a saját emberi mellett, mint az ellenség ellen. Csak tudni akartam, nem állt át a másik oldalra. Oba megrázta a fejét, majd kiegyenesedett, hogy fentől nézhessen le rám. Semmi akkor megkérdezni a hűségemet, háborgodott. Én már engedékenyebb hangon folytattam. Akkor állod-e nekem, hogy az első tisztem miért eresztett Malkába egy Sellőt az egyik nap, és a másik nap miért töli meg majdnem a legénységem tagjait? Oba nem számított erre a kérdésre. Hátra répett egyet, majd beletúrt a szakállába. Végül hátat folytott nekem. Már nem akarom megölni ezeket a lényeket, a Sellőket. Ők nem az ellenségeim. Ők az én ellenségeim. Így a te ellenséged is. Oba hirtelen visszafordult felém, most ő tűnt mérgesnek. Neked mindenki az ellenséged. Mikor lesz már ennek vége, Tavni? Egyre csak harcolsz. Azt hittem, nálam senki nem lehet osztaszomjasabb, de itt vagy te. Aki mindent meg akarsz ódítani és mindenkit meg akarsz ölni. Ennek soha nem lesz vége. Kemény szavai hallattán összeszorítottam állkapcsolat és így szóltam. Csak ahhoz ragaszkodom, ami az enyém. Ez csak egy újabb kifogás. Mikor nem volt ki ellen harcolod, magad ellen folytattad Pete Gearlyt, csak azért, hogy legyen ki ellen küzdened. Pete csak egy hajót akart. Több tucat hajót adtál nála tehetségtelenebb embereknek, és még kérkedt is ezzel előtte. De olyan az oka, hogy Pete azt tette, amit tett, és még szegény kopasz Arnok is meghalt emiatt. Előhúztam apám tőjét, és Oba nyakához tartottam. Jól gondolom meg, mit beszélsz első tiszt. Oba elhallgatott, de szemében nem tűnt el a harag. Ha a tör nem lett volna, folytatta volna. Te aztán tudsz beszélni, sziszegtem felé. Igen, én tudok beszélni. Tudom, hogy mivé lettél. Ott voltam, és nézd, hova jutottam. Magányos vagyok, fáradt és sebesült. Oba feltartotta bal kezét, három ujja hiányzott. A két kövér csonk, ahol valaha gyűrűs ujja és a kis ujja volt. Úgy mozgott, mint Csali a horgon. És akkor Oba lassan előre nyúlt, hogy meg ne ijesszen, mégsem jutott a hosszú sepélyet az arcon. Tedd a dolgod, Oba, mondtam határozottan, különben valaki más fogja tenni helyetted. Elvettem a kést a nyakától és eltettem, de így is az övé volt az utolsó szó. Tavni, én tudom, hogy miért ölök, mondta. Megálltam, de nem voltam hajlandó a szemébe nézni. Nekem meg kell bosszulnom a családomat. Te miért ölsz? Na, hogy miután levertem azt a zöld seget, eljöttem ide. Szerintem ennyi volt a zöld játékos, de mi nem tudom. Mert hogy itt van még egy valami. Az a baj, ez a kapu nem lehet átmenni, mert ezen csak a zöld játékos mehet át, itt meg kell a kék jelszó, szóval múlt éjjel a rozsdás korsorra álmodtam. Nagyon rég nem gondoltam már arra a kocsmára, ahol felnőttem. Miért pont most álmodtam róla? És ilyen valószínűtlen 7 vagy 8 éves voltam, fekete hajam aranyos kis lófarokba összekötve, arcom piszkos volt, egy rosszul szabott ajtón kopogott köpeny volt rajtam, amit anyám igazította a méretemre, hogy ne essek el benne. Ez a ruha télen soha nem volt elég meleg. Gyűlöm a telet.
Éppen a fogadóbeli vérontásban próbáltam utat törni magamnak. Több hajó is kiköthetett aznap, s ezek legénysége mind ide tódult. A fogadó tömbe volt, és nekem az izzadt részek férfiak között kellett utat törni magamnak. Egyikük megragadta a hajamat, majdnem lerántva ezzel a lábamról. Összerándultam, de nem voltam hajlandó sírni. Sírást hallva, ezek a kemények emberek mindig gúnyoltak és nevettek. A tengerész megint megrántotta a hajamat. Ez alkalommal leestem, és a tengerész barátai visítottak körülmükben. Jól megijesztem az arcukat, hogy később majd beleköpvesek a poraikba. Ezután folytattam az utamat a vagadó végében lévő asztalok egyikéhez. Négy férfi ült az asztalnál. Két cipót helyeztem az asztalra, majd megfordultam anélkül, hogy egy pillantást vetettem volna rájuk. Azt hiszem, egyedül én láttam a támadókat. Három ember hosszú késekkel pakoltott el az asztalt. Erejemben megfolyott a vér. Nem volt hová elrejtőzni. Lerántottak a földre, kétszer megtapostak. Közben pengék és ökölcsapások záporoztak fölöttem. Sírtam anyám után, kiáltoztam, de belerant a pult mögé. Honnan a rozsdás kosó tulajdonosa szekercét haigált mindenki felé, aki csak megközelítette a pultot. Egyedül feküdtem, rémülten, sebesülten két holttest között. Aztán valaki felemelt a hajamnál fogva. Nagyot visítottam. Meg fognak ölni, amiért az útjukba kerültem? Vagy éppen biztonságos helyre akarnak vinni? De nem, az asztalnál lévő utolsó életben maradt ember fogja voltam. A férfi egy késői nyomta a hasamhoz. Vissza, mindenki vissza, kiáltotta a támadók felé. Két támadó állt fogvatartó és az ajtó között. Valahogy éreztem, hogy a férfi arra akar menni. Azt hiszed, ha ez a kölyök a fogjad, akkor nem ölünk meg? Anyám felé néztem, tekintettemmel könyörögve segítségért. Ő ehelyett inkább egy mellékajtón keresztül bemenekült a raktárba. Könnyek folytak végig az arcomon. Csak engedjetek ki, kérte fogvatartó. Megtarthatjátok a térképet, mit érdekel engem. Szóval ezek itt valami kincs, amiért verekedtek. Jó tudni, hogy miért is halok majd mindjárt. Ha életben hagynánk, mondta az egyik támadó, mindenkinek mesélne az aranyról. Szó sem lehet róla, itt fogsz meghalni. A támadók szemében láttam, hamarosan elindulnak felénk, hogy elkapják ezt az embert, és mindez egy kis arany miatt. Csodátra méltók az olyan emberek, akiket semmit sem akadályozva egy céljék elérésében, még kislány sem. Fészkelődni kezdtem a fogvatartó acél szorításában, sikerült teljes erőmből beleharapnom a karjába. Szúrást éreztem a hasamban, később kiderült, hogy csak egy kis vágás volt. Abban a pillanatban, hogy felett értem, begurultam az asztal alá, és a támadók rávetették magukat a férfira. Miután a gyilkolás véget ért, két férfi gyorsan átkutatta a holtesteket, még előhúztak egy gyűrött pergament. A beszélő rám pillantott, majd felém kacsintott. Kösz a segítséget, mondta. Amennyit erre járok, meghívlak valamire. Soha nem tért vissza a rozsdás korsóba, és aznap éjjel rengeteg vér kelt felmosna a padlóról. Későre járt. Csak az éjjeli őrök voltak ébren. Legalábbis én azt hittem. De hamarosan észrevettem Obát, az alig pislákoló tűz mellett egy plaskája a kezében. Azt hiszem eldöntötte, még az éjjel kész az egészet. Legutóbbi vitánk óta feszült volt a viszonyunk. Koszos képű Daring legalábbis észrevette a sullódást, mert megpróbáltak egyeimbe férkőzni. Próbált saját hajót szerezni, vagy valami ilyesmi. Hamarosan meg kell majd törnöm igyekezetét. Letelepett a mobával négy szemköst, és kinyújtottam kezemet az üveg után. Vonakodva nyújtotta át, én pedig nagyot húztam az üvegből, mielőtt visszaadtam volna. A családodat már többször sem megbosszultad, Oba. Kezdtem visszakanyarodva oda, ahol legutóbb hagytuk a beszélgetést. Akkor miért folytatod a gyilkolást? Oba tétovázás nélkül válaszolt. Ugye ezt kérdem én is magamtól mostában. Olyan régóta csinálom már. Lehet, hogy már nem is bírnám abba hagyni. Mindketten többször meghúztuk az üveget, bátorságukat nyűjtögetve, mielőtt ismét megszólaltunk volna. Szerencsés ember vagy. Te másfajta életet élt és éltél hajlanám. Én nem ismerek más életet. Olyan vagyok, mint egy cápa. Ha nem úszok tovább, meghalok. Mondtam. Miért mondtam neki ilyesmiket? Próbáltam bemesélni magamnak, hogy ez csak egy ital hatása. Soha nem is fogsz más életet ismerni, ha nem hagyod abba, mondta Oba. Nem tehetem ugyanúgy, mint ahogy nem is nézhetek hátra. Nem tetszik, amit látok.
Abba megértően bólogatott. Az apád miatt? Kérdezte. Az anyád miatt? A rozsdás korsó miatt? Honnan tudtam, hogy jár a fejemben? Olyan, mintha ő is járt volna az álmaimban. Soha nem meséltem neked a rozsdás korsóról. Abba nagyot sóhajtott, már nagyon régóta apád legénységhez tartozom tanulni. Egy szempillantás alatt kihúzanottam és reszketni kezdtem. Meg akartam kérdezni apától, hogy mit ért az alatt, de féltem a válaszától. Én az Anyteger királynője, a világ egyik legrettegettebb kalózkapitánya féltem. Egy teljes hétig kutattam azon emlékeim közt, amelyeket legszeresebb elfejtettem volna, hogy egyetlen emléket felidézek 8 új obával kapcsolatban. Egy hét után jöttem csak rá, hogy akkoriban még ő is fiatal ember volt. Megvolt minden újra, és akkor eszembe jutott valami. Abba akkoriban magasabbnak tűnt. Meleg nyári nap volt, abban levette te ingét, és úgy keseredte be Black Balfour kapitányt a városba. Mindenki látotta, hogy abba a kapitány testőre. Csak egy bolond merni megtalálni szemtől szembe. Még három ember részű és nagy bátorságra vallana. Nem csoda, hogy Black Balfour mindig a maga közébe tartott tovább. De ti miért nem emlékeztem rá? Abba ott volt azon az éjszakán is, amikor először láttam apámat. Akkoriban 10 éves lettem, lenyűgözött a gazdag kalóz jelenléte, talán ezért nem vettem észre a testőrét. Ő csak Black Balfour kapitányi tartozéka volt, ugyanúgy, mint széles karimájuk alapja. Aznap éjjel nagyon elfoglalt voltam. De néha sikerült egy-egy pillantást vettem Black Balfourra és csapatára. Különösen miután az anyám is odaült asztalukhoz. Anyám is Balfour beszélgettek egy darabig, és még aznap éjjel valamivel később láttam, hogy Obba és anyám suttogva vitatkoztak valamint a fogadó egyik sarkában. Az anyám még arca is vágta ezt a hatalmas embert. Akkoriban is csodálkoztam azon, hogy Obba miért nem jutott vissza. Eljárt egyenesen rám nézett, elfordultam, hogy azt gondolja képkedem. Másnap reggel, mikor Black Balfour lekapogott a lépcsőn, ott talált engem a fogadó padlóját sepregetve. Megajándékozott a tőrre, amit ma is viselek. Megmondta, hogy használjam és hogy rejtsem el, mert a meglepetés a leghatékonyabb fegyver a világon. Szavai megváltoztatták az életemet, és bármennyire nem tetszik is, el kell ismernem, ezért jobban megszerettem, mint ahogy az anyámat valahogy szerettem. Aztán egy újabb emlék hasított éles pengéként az agyamba, valami olyan, amire azóta sem gondoltam, hogy megtörtént. Miután megkaptam apámtól a fegyvert, Obba is lejött a lépcsőn, hogy csatlakozza a kapitányához. Közvetlenül mellettem sétált el, furcsa pillantást vetve rám elhaladtában. Nem tudtam, mit is gondoljak, de elgondolkodtam azon, hogy miért van egy üres törtök a hatalmas ember combjára erősítve. Talán kockám vesztette el a fegyverét? Vagy ezzel fizette ki a nőjét? Vagy odaadta a kapitányának, hogy adja neki a kislányát? Na lássuk! Release the Kraken! Tudjátok, ennek annyi. És akkor már csak a sellők vannak hátra. Előző nap késő éjszaka megparancsolta, hogy mindenki hagyja a fedélzetet, csak Obba és én maradtunk. A szél hajamat csapkodta, én pedig rámutattam az egyik csónakra. Két heti víz és életem van a csónakban, mondtam. Mi az? Mi rosszat tettem? Nem tudtam a szemébe nézni, ezért inkább odamentem a korláthoz, és a csillagok tökődését bámultam a sötét tengervízben. Te már megbosszódod a családodat, Obba. A szíved mélyén te is tudod. Ezért nem él már benned a gyilkolási vágy. Ha itt maradsz, meghalsz. Nem hagyhatlak itt. De igen, itt hagyhatsz, és itt is fogsz hagyni. Nyugdíjaznak. Keres magadnak egy csendes kis helyet. Építs magadnak egy házat, és halász, vagy vegyél magadnak egy hajót.
Arát is tettem a csónakba, hogy legyen miből új életet kezdened. Csinálj valamit más kalózkodásért. Az már nem való neked. Abba a vállámra tette erős kezét. El akartam húzódni, de nem tudtam. Jó érzés volt, hogy kezét a vállamon pihentette. Akkoriban még nagyon fiatal voltam, Tony. Tele gyűlöttem, de nem akarlak megint elhagyni. Levettem abba a kezét a vállamról, és a kezemben tartottam. Lehet, hogy te vagy az apám, de Black Ball Fur is az. Megértetted ezt, Toba? Mi? Én már ebben a világban alakultam olyanná, amilyen vagyok. Nem értem, miért nem jöhetsz velem? Mert mi egymás ellentétei vagyunk, Toba. Te mindig a múltba tekintette arra napra, amikor a családodat megölték. Én pedig én nem nézhetek hátra. Soha többé. Nem tudom, hogy Toba végül megértette, de arra rájött, hogy nem tud lecsalni a hajóval. Együtt vízeresztettük a csónakot, és akkor abban meglepett. Hatalmas karjaival köze egy percig szorosan átölt. Nem tiltakoztam. Magamba szívtam testem melegét, és örökre eszembe véstem az illatát. Aztán az igazi apám lemászott a kötéllétre, és elvezett az éjszakába. Végig figyeltem tudván, talán soha többé nem látom. Viszlát, mondtam halkan, miközben apám tőrének markolatát simogattam. Mi van? Oba az igazi apám. Az érdekes. Azt hittem, hogy... Nem tudom, mikor derül ki, mert egy szöveget nem kaptam arról, hogy ő lenne az igazi apám. Na mindegy. Akkor várjuk le ezeket a sellőket. És hát így sikerült teljesen felépíteni Tawnyt. Nagymester, hát ez nagyjából taktikában mindent kicsin megcsináltam. Hát az erőre nem nagyon mentem, ezt megcsináltam nagymesterre. Haladó alap, ezt is nagymesterre. Hát cirkát kb. Ugyanúgy építettem, ahogy őt. Neki is megvan már nagymester káosz, meg itt leginkább az erőre összpontosítottam rá. Tudszalag így építettem fel őket. Hát az öljátékos közben meg... Nagy ezen sikerül befoglalni. Úgyhogy siettem, ahogy csak tudtam. Hát, de az könnyű volt. Az ablátlan szépség fedélzetéről figyeltem, hogy a sellő királynő lebegő trónját elnyelik a habok. Körülöttem a víz színén a sellő hullai lebegtek. Halál, tűz és pusztulás volt mindenhol. Új első tisztem, koszos képű Daring lépett oda mellém. Jó, hogy Toba ezt nem láthatta, mondtam észesen béve, hogy hangosan beszéltem. Igen, mondta Daring. Igazából soha nem bírtam ezt a gyáva képét. Nem is értem, miért mondták rá, hogy kemény legény. Én mindig csak nyafogni láttam. Apám tőre elhallgattatta a gyalászkodó fickót, egyben életét is kioltotta. Letekintettem véres kezemre, első tisztem hullájára és a sellő király elpusztított csapataira. Hoba itt lett volna, megértette volna végre, hogy én tényleg Black Balfour lánya vagyok. Bár a vére nem csörged ez az erényben. Ha a sellőknek van egy csöpp eszük, visszavonulnak a tenger fenekére és ott is maradnak örökre. Most jön a feladat legnehezebb része, meg is kell tartom mindazt, amit eddig meghódítottam. Azokra az emberekre gondoltam, akik velem együtt indultak erre az útra. Kopaszarnokra és Pitgirlire, Baltásfozra és Dridenre, az írnokra, és természetesen nyolcajú obára. Legtöbbjük már halott, és már csak Dréden tartozik a legénységemhez. De ennyi elég is az emlékekből. Ami múlt, az múlt. Mit számít? Ideje, hogy a jövőbe nézzünk, gondoljunk a holnapra és a holnap utánra. A szeretett tenger csodálom, nyugodt felé nézek, amerre az nap lenyugszik és mosolygok. Mi következik? Teszem fel magamnak a kérdést. Ez érdekes, hogy
Végül kiderült, hogy nyúlcolyóban volt a valós apja. Később derültem, hogy... Később megtudtam, hogy valódi apám, nyolcújú Oba, az Aranytenger egyik szigetén telepedett le. Vett egy halászhajót, és épített egy kis házat a part közelében, ahol élete hátralévő éveit kívánta eltölteni. Nem sokkal később már egy közelben élő özvegyasszony társaságában látták. Szerencsés fickó! Hát úgy látszik, Obának jó életet. Az elképesztő, hogy ez a Tony basszus mindenkit megölt a legénységéből szinte, mint ővel. Hát... Nem valami jó kapitány, azt kell mondja az a Tony. Csodálkozok, hogy Obát nem ölte meg. Hát őt is megölte volna szerintem simán, hogyha felbassza. Felbasszol, akkor levágom a fejedet. Hát ez egy... na mindegy. Nos, hát ezzel le is tudtam a hatodik történetet, vagyis a kampányt. De érdekes történet szám volt ugye, mert most arról szólt ugye, hogy Tony gyerekkorától fogva és hát basztották, mert minden, és akkor azt mondja, hogy kapja be mindenki, aki felbaszott, azt leemetszem a torkát. Úgyhogy Tonynak egy egészen sajnálatos gyerekkora volt. De azért jó kis történet volt ez is. Jobb, még mindig jobb történet, mint a mint a tünde kampány azért. Mert hogy az az Elvin és a nyáladzó király nem tetszett. Ez mondjuk így eléggé akciódús volt ez a történet, szóval úgymond. Na, de ezzel be is fejeztem a Heroes 4-et, legalábbis az alapot, úgyhogy még hátra van két kieg, de hát azt majd idővel fogom tolni. Nos hát, akinek tetszett a videó, az nyom egy lájkot, iratkozzon fel, meg nagyon szépen köszönöm, aki végignézte ezt a videósorozatomat is, és majd folytatni fogom. A következő játékom még nem tudom mi lesz, de majd kiderül. És találkozunk addig is a kiekben. És sziasztok!